nem székelynek kell születni, hozzá kell lennie. A Bonyhádi Székelyházban összegyűlt közel 200 vendég számára ez a mondat jelentős igazságtartalommal bír. Ők a Bukovinai Székely Szövetség tagegyesületének tagjai, akik mindennapjaikban élik székelységüket. Bár az összejövetel helyszíne Bonyhád volt, a házigazdák ezúttal a Paksi szervezet tagjai voltak. Minden évben azért igyekszünk ugye mindig megszólítani más-más csoportokat, főleg más részekről tulajdonképpen, hogy azt az ízvilágot hozzák és mutassák be számunkra, amit még úgymond ők is kaptak, örököltek. Ennek megfelelően a menü is úgy állt össze, hogy a csorba, a puliszka és a tokány az eredeti receptek szerint készüljenek. A hagyományőrzés mellett az összetartozás élményének megerősítése volt a cél, a vendégek között az Aldunai szervezet tagjai is szép számmal voltak jelen. Csernökeresztül, tehát Erdélyből is jöttek, Madéfalváról is jöttek, és úgy gondolom, hogy tagegyesületeik is, szinte nem is tudom most már összeszámolni, hogy honnan vettek, Szekszártól kezdve Nagymányok, tényleg mindenhonnan igyekeztek eljönni, és küldötteik jöttek. Az esemény ad is megfelelő alkalmat ad, hogy a közös dolgainkról beszéljünk, és megtervezzük azokat a lehetőségeket, melyek tovább erősítik a szövetséget, mondta Illés Tibor elnök.